Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Jöjjön az Excalibur Umbra. Ha valamiért a hangom a videó közben így elhalkulna, elhalna, az azt jelenti, hogy már jó ideje nem hallottam, úgyhogy bealudtam a videó előtt. Na de! Nem mintha nagyon sokat kéne bemutatni az Excalibur Umbráról, nagyjából olyan, mint a régi, jól megszokott Excaliburunk, nagyjából egy-két aprósággal megpakolva jön. Essen túl a kötelezőn, Excalibur Umbrát megszerezni a The Sacrifice nevű questből lehet. Megkapod full olcsón egy Warflame slottal, Oroking reaktorral felpakolva, az Exalted Blade-je, Oroking katalisztel felpakolva, mindent nagyszerű, tökéletes és gyönyörű vele kapcsolatban. Ahogy elnéztem a Sacrifice Quest elmagyarázva videóm alatt, megosztott a vélemény az Umbrával kapcsolatban. Egyesek úgy vannak vele, hogy szar, mások pedig úgy vannak vele, hogy ez tök jó. Én a tök jó oldalon állok, mindig is szerettem az Excaliburt, az egyik legerősebb frame-jeim között van, és az egyik leghasználtabb frame-jeim között van, úgyhogy ja, elmondhatom, hogy egy jó pár órát eltöltöttem vele, és nagyon is megszoktam a vele való harcmodort, hogy őszinte legyek. És amikor már behozták neki az Exalted Blade-et, akkor egyenesen szerelmes is lettem, hogy így mondhatni. Úgyhogy ebben a videóban egy kicsit általánosan fogunk beszélni az Excaliburról, az Umbráról, konkrétan az új modokról, amelyek vele bejöttek, illetve fogtok látni a vége felé ugye a videónak, ahogy szoktátok, egy modolást mind Excaliburra, illetve az Exalted Blade-jére. Nos, vágjunk is bele. Szóval az Excaliburral tulajdonképpen milyen különbségek vannak a simához képest. A kettes képessége, hogy a teljes testéből fakad, és már nem Radial Blind-nak hívják, hanem Radial Hole-nak, a radiális ordítás, kérem szépen, aminek a különleges képessége az, hogy bármilyen aktív státuszt le tud venni a Sentientekről, illetve a Shadow Stalkerről. Tehát nem kell kigyere Tenóval és rálőj a Sentientekre, hanem elnyomod a kettest, és az fogja, és elvesz minden addigi státuszt a Sentientekről, illetve a Shadow Stalkerről. Ezért cserébe lassabban kasztolja el azt a bizonyos kettes képességet. Semmi nagyon extra, amit egy Natural Talent ne tudna megoldani, bár hogy őszinte legyek, még Natural Talenttel is egy kicsit lassúcska, de már azért az elfogadható stádiumban tud lenni. Az Exalted Blade-je úgy működik, mint a sima Excaliburnak, szóval aki kíváncsi a részletekre, nézzen utána, című történet. A lényeg inkább Umbrával kapcsolatban az, hogy milyen modok jöttek be vele. Ugye bejött az Umbrához konkrétan három mod: Umbral Intensify, Umbral Fiber és Umbral Vitality. Az Intensify erőt ad, a Fiber armort ad, és a Vitality pedig életet ad. Na most, a különlegessége ezeknek a modoknak, hogy setben tudnak működni, és hogyha hármasával együtt vannak abban a bizonyos Umbra Warframe-be, akkor mindegyik egy extra boostot kap. Mint mondok egy példát, az Umbral Vitality önmagában 440%-os életboostot ad, de hogyha össze van pakolva az Intensify-jal és a Fiber-rel, akkor az megboostolja némileg, és 770%-os életboostot adsz. Ugyanez így igaz a Fiber-re és az Intensify-re is. Ha együtt vannak hárman, akkor egy extra boostot fogtok kapni. A hátránya az egésznek, hogy külön forma vagy slot polaritásuk van, amit formával nem lehet formázni, című történet, úgyhogy ezt az Umbra polaritást nem lehet kihozni formával, tehát másik Warframe-be belerakhatod, de nem túl célszerű, mert 16 pontot foglal el maxra kihúzva, szóval az azért elég húzós, és nagyon úgy néz ki, hogy Digital Extreme valahol ezt direktre csinálta, hogy nem feltétlenül akarják ők azt, hogy te ezeket a modokat belet pakold egy rendes Warframe-be. Szóval Umbra megtartja magának inkább az Umbra modjait, hogy őszinte legyek. A másik hátránya ezzel az egésznek,
hogy iszonyatosan drága ezeket kihúzni maxra. Hát srácok, úgy képzeljétek el, volt 25 millá, már csak 13 van, mert kihúztam mindegyiket. Volt majdnem 200 ezer endom, és az úgy, ahogy van, eltűnt, el kellett adjak még a tartalék szobraimból, el kellett adjam majdnem az összes duplikált modokat ahhoz, hogy mindegyiket ki tudja húzni max szintre. Szóval lesz mit grindolni, hölgyeim és uraim, hogyha ezeket a modokat ki akarjátok húzni max szintre, és hogy őszinte legyek, megéri kihúzni őket max szintre, azért az extra damage-ér, vagy azért éppen az extra életér, vagy erőér, viszont nem életbe vágóan, halálosan szükséges kihúzni. Pont megvannak ott azon az ötös szinten is. Hidd el, akkora nagy hátrányt nem fogsz vele szenvedni, hogyha épp nem maxosak, de ha maxosak, über jó vagy. Na szóval, az Exalted Blade-hez, illetve a kardokhoz, illetve a kardjához, a saját mikanájához, ugye jöttek az úgynevezett Sacrificial Pressure és Sacrificial Steel. Na, konkrétan az egyik crit chance-t ad, ugye a steel, és a pressure az pedig damage-et ad. A kettő együtt megint csak egy set bónuszban működik, és megdobja egy kicsit, mint a steelnek, mint a pressure-nek az adatait, úgyhogy boldog lehetsz. Hát nem a kora nagy számok, de megint csak set bónusszal jól működnek, maxra kihúzni, kihúzva elég jól működnek című történet, úgyhogy egy normál kardba nem érdemes beletenni őket, az Exalted, Umbra Exalted Blade-be, illetve az ő saját Nikonájába, ez is tesz, ejtse ki, aki akarja, azt a nevet, valami ilyesmi neve van, próbáljátok megfejteni, azokba érdemes beletenni, tényleg valahogy arra fókuszálnak az Umbrával, hogy egyedi legyen, és ne nagyon akarjuk keverni ezeket a modokat más Warframe-ekkel. És, hogy őszintén, hogyha a jövőben a Tau rendszer az egy dolog lesz, ahova majd eljuthatunk, hogy játszhatunk most, ott ölhetjük a Sentienteket, illetve a Sentient előfordulási sűrűsége kicsit nagyobb lesz, nem az lesz, hogy tényleg egy héten max egyszer, vagy inkább fél évente egyszer megyek és bunyozok le egy Sentientet, akkor a jövőt tekintve az Umbra egy hatalmas, hogy is mondjam, befektetés marad a játékban azért, hogy egyszerűen csak könnyebben tudjuk a Sentienteket leölni. Nos, srácok, nagyjából ennyit Na, azt majdnem kifelejtettem, hogyha a Tenóval párosítva használod az Umbrát, magyarul a Tenóval kijössz az Umbrából, akkor az Umbrának saját akarata lesz, és egy, azt kell mondjam, elég effektív sentientként működik, és nem egy lebutított változat, hanem hogyha egy jó fegyvert adsz a kezébe, akkor az igen becsülettel használja, és az enemik igen becsülettel hullanak el, mert hogy én botozik konkrétan, szóval mindent eltalál, amit eltalál, és időnként a képességeit is használja, úgyhogy ha egyszer eljutunk arra a szintre, ahol a tenók több ellenállást fognak tanúsítani az enemikkel szemben, ilyen élet terén, tehát mondjuk egy-két lövést kibírnak magasabb szinten is, akkor azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon-nagyon effektív páros tud lenni a Tenno Warframe váltakozási harc rendszer. Látszik, hogy a Digital Extreme e felé akarja eltolni a dolgokat, hogy többet használd a Tennódat a harcban, és egész is ki, és az Umbrával egyszerűen elképesztő, tehát ebből a szempontból. Én a Zenurik párti vagyok, ugye, de a Zenuriknak van egy olyan képesség, ami összehúzza az enemiket egy csomóba. Na most, ha az Umbrának netán odaadsz egy tonkort, vagy valami bármilyen fegyver, de a lényeg összehúzod őket, az enemiket egy csalóba, az Umbra intézi, gond nélkül intézi, no problem, megvan oldva is. És hogy őszinte legyek, ez móka élvezetes játékot ad, és sikerélményt ad, és jó,
nekem bejön ez a fajta. Egyre inkább jobbnak érzem magam abban, hogy Tenno Warframe váltakozva harcoljak, egyre jobban szokok ehhez hozzá, ez a gondolathoz, és egyre jobban használom ki a Tennót és a fókusziskolát harc közben, és ez a Warframe-et harcrendszer szinten egy új szintre emelte a régihez képest, és sokkal több extrát kapunk, úgyhogy hajrá, támogatom az ötletet, viszont nem feltétlenül támogatom azt, hogy több umbra legyen. Egy elég, jó max 2, de ne tolják a képünkbe 50 umbrát, remélhetőleg, hogy nem fognak ott a képünk, hogy még azt is farmoljuk, Istenben, és lehet, hogy lesz még egy 2, de nem kell túlerőltetni őket. Srácok, jöjjön a modolás a Warframe-re magára, és az Exalted Blade-re magára. Nos, íme ez lenne az én umbra modolásom. Amint láthatjátok, az egy kicsit tankosabbra mentem rá, kicsit jobban a biztonságra, hogy bírja azokat a bizonyos lövéseket, és ezért tulajdonképpen ez a mod lenne a felelős. Továbbá az Exalted Blade-ben, illetve vagy a kardomban szereplő Lifestrike módnak a kombinációja. Viszont, hogyha van egy Arcane Energize-od, egy fullos, nem úgy, mint az enyém, de itt próbálgatom, hogy esetleg ez is elég lenne az egyes szintű, akkor a Hunter Adrenaline az kijöhet innen, és berakadsz akármit igazából, szóval én egy stretchet tudnék javasolni, egy nagyobb range-en tudjon hatni az a bizonyos kettes képesség, de ha nem nagyon használod a kettes képességet, akkor berakadsz egy streamlight, hogy még kevesebb energiát fogyasszon az ultia, de annyi biztos, hogy az Excalibur Umbra ultia elég jól tud működni. Én nagyon sokat használom a kettes képességet, ezért is a Hunter Adrenaline tulajdonképpen az olyan, mint egy rage mod, visszatölt energiát, ha az életemre sebeznek. Továbbá egy kulcsfontosságú mod, ami aztán az Excaliburt egy elég durva damage-es Warframe-é emeli ki, az pedig a Chromatic Blade. A Chromatic Blade az egy augment mod az Excaliburnak, úgyhogy nyugodtan ki lehet venni a szindikátusoktól. Na, mit csinál ez a Chromatic Blade, mert érdemes megjegyezni. A lényeg az, hogy megváltoztatja az Excalibur Exalted Blade-jét elég sokban, mégpedig úgy kell majd elképzelni az Exalted Blade-et, amilyen szint állítasz be az energiának, olyan damage típust fogsz kapni. Továbbá megnöveli a státuszát az Exalted Blade-nek 50%-kal. Na most, ha 180% fölé emeled az erejét az Excaliburnak, akkor a státuszát az Exalted Blade-nek megemeli 100%-ra. Az elég durva. Ez azt jelenti, hogy nem kell használnod a dual státuszos és sebzéses modokat, mint például a Vicious Frost, ahol 60-60, hanem rámehetsz fullra az elementál damage modokra, miközben egy 100%-os damage-et kapsz, amire rábúztol a Condition Overload. Na most ez mind nem elég, amint láthatjátok, én Corrosive Blast-et választottam sebzésül az Exalted Blade-be, mégpedig azért, mert a Condition Overload-dal a Blast Damage konkrétan dupla damage-nek számít. És erre még rájön az Exalted Blade alapsebzése is, a Puncture, az Impact meg a Slash, mert azok alapból benne vannak. Így aztán egy elég durva kombó, tehát egyszerre az enemin konkrétan 4-5 státussebzés is rajta lehet, amit a Condition Overload felszoroz 60%-kal gusztustalan damage-et tudsz vele kihozni, úgyhogy a Lifestrike az egy személyes döntés, mivel hogy egy adott ponton már minden ahogy az endgame felé közelítesz, egy adott ponton már a Lifestrike egyre szükségesebbé válik. A Tenno már nem feltétlenül elég erős ahhoz, hogy kibeváltakozással töltsen vissza az Excaliburom életét.
Mire gondolok? Itt ugye én a Tenóban használok kettő darab árként, mind a két árként azért felelős, hogy életet töltsön vissza. Mégpedig ugye a Magus Vigor és a Magus Nor is mindkét árkén az életet tölti vissza, de egy adott szint után nem feltétlenül jön hasznosabb, mivel hogy nem konkrétan tölt vissza életet, hanem egy adott eséllyel tölt vissza életet. Szóval a Life Strike számomra egy hasznos módnak bizonyul még mindig Excalibur esetében. Nos, srácok, ennyi lett volna ez a videó. Remélem, hogy tudtam segíteni, remélem, hogy így eloszlottak a kétkedések azzal kapcsolatban, hogy az Excalibur, illetve az Umbra erősek, vagy éppen gyengék. Tehát igazából szerintem rohadt erős Warframe. Az egész arzenálomban számomra az egyik legerősebb Warframe-nak számít ebből a szempontból, és nagyon-nagyon szívesen viszem a legváltozatosabb küldetésekre ebből a szempontból. Na jó, ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, a Discord szerverünk a videó leírásában megtaláljátok, bárki csatlakozhat nyugodtan, klánunkba is lehet csatlakozni nyugodtan, a Facebookon keresztül van egy jelentkezési ív, lehet jelentkezni. És hát ja, következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!